Jó napot kívánok! Kuckó Anikó vagyok. Ebben a részben a szövegszerkesztő program tabulálási lehetőségeiről lesz szó. Tabulátorokat akkor használunk, ha a szövegeinket szeretnénk szépen tagoltan egymással elrendezni, vagy ha szeretnénk ezeket a szövegeket összekötni pontozott, szaggatott vagy folytonos vonallal. Elkészítünk ehhez egy feladatot, amelyben lesz állista, nyomtatvány és aláírás is. Cégünknél kirándulást szervezünk a munkatársak részére. Ehhez készítek egy tájékoztatót. Ehhez tabulátorokat fogok használni, amihez szükségünk van a vonalzóra. Ha ez nincs bekapcsolva, akkor a nézetmenüben tehetjük meg. Elsőként készítsük el az árlistát. Az árlistában mindig szerepelnek a tételek, és mindig szerepelnek az árak is. A tételeknek a bal oldala van egy vonalban, ehhez egy balra igazító tabulátor jelet használunk, az áraknak pedig a jobb oldala kerül egy vonalba, ehhez jobbra igazító tabulátorra lesz szükségünk. Ha megfelelő sorban állunk, akkor elsőként az a feladatunk, hogy kiválasszuk a megfelelő tabulátorjelet, mégpedig a bal felső sarokban kattintva. Addig kattintunk, amíg a megfelelő tabulátorjelet nem kapjuk. Ha megvan, akkor nagyon fontos, hogy nem behúzzuk a vonalzóra, hanem egy kattintással helyezzük el azt a megfelelő ponton. Ha megvan, kiválasztjuk a jobbra igazító tabulátorjelet, és ezt is elhelyezzük a vonalzón. Ha szeretnénk, hogy a tételeket és az árakat valamilyen kitöltőjel kösse össze, akkor ezt is be kell állítanunk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az egyik tabulátorjára duplán kattintunk, és úgy megkapjuk a tabulátorok ablakot. A megjelenő ablakban azt kell kiválasztanunk, hogy melyik tabulátorjel elé szeretnénk kérni a kitöltést. Most a második, a nagyobb centimétert választjuk ki. Majd megadjuk, hogy milyen kitöltőjelet kérünk. Oké. Ha ez megvan, akkor tulajdonképpen más dolgunk nincs is, mint tabbillentyű leütésével a megfelelő helyre lépni és gépelni. Írjuk be az első tételünket, tabbal tovább lépve jöhet az ára. Ha enterrel tovább lépünk, akkor látni fogjuk, hogy a beállított tabulátorjelek, illetve a hozzátartozó kitöltés, az jött tovább, tehát nem kell minden sorban újból beállítanunk ezt. Már csak annyi a feladatunk, hogy tabbal mindig tovább lépünk, és enterrel új bekezdésbe lépjünk. Ha begépeltük az árlistát és nincs több tételünk, akkor nagyon fontos, hogy a tabulátorjelet eltávolítsuk a vonalzóról. Ez úgy történik, hogy rávisszük az egeret, kattintunk és lehúzzuk a vonalzóról. Fogjuk meg a másik tabjelet is, azt is húzzuk le. Jöhet a jelentkezési lap nyomtatvány része. Ehhez elsőként írjuk be azt, hogy név. A név után pontozott vonalakra van szükségünk, ezt viszont nem gépelni fogjuk, hanem kitöltésként fogjuk beállítani, ahogy az előzőekben is a szaggatott vonalat. Ha szeretnénk kitöltést beállítani, ahhoz viszont tabulátorjelet kell használnunk. Válasszuk ki a jobbra igazító tabulátorjelet, és helyezzük el a lap szélén. Szerencsés esetben egész közel tudjuk ezt tenni a margóhoz. Arra azonban figyelnünk kell, hogy nem tudunk a vonalzó végéhez kattintani, egy kis trükköt alkalmazunk. Föltesszük a tabulátorjelet a 15 centihez, és arrébb húzzuk. Ha ez megvan, akkor megint csak beállítjuk a kitöltést. Dupla kattintás a tabulátorjelre. Kiválasztjuk a megfelelő centit, kettes típusú kitöltést kérünk, és oké. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy a tableütéssel a sor végére lépjünk. Új bekezdésbe megyünk, jöhet a következő szöveg. Tabbal megint sor végére, és enter. A következő sorban majd szeretnék a sor közepére is újabb szöveget gépelni, ezért ehhez egy következő tabulátorjelet kell beállítani a vonalzóra. Válasszuk ki a balra igazító tabulátorjelet, és tegyük föl a 8 centihez. Ha ez megvan, akkor ez elé a tabulátor elé is kérjünk kitöltést, dupla kattintással, kiválasztjuk most ezt a 8 centit, megint kitöltés, oké. Tabbal tovább lépünk, és írhatjuk a szöveget. Ha ez megvan, tab, enter, jöhet a következő sor. És milyen szerencsé, hogy balra igazító tabulátorjelet használtunk, mert így látjuk, hogy a született, illetve az érvényesség szövegeknek a bal oldala, tehát az eleje került egy vonalba. Ha befejeztük ezt a nyomtatvány részt, akkor új bekezdésbe lépve megint vegyük le mind a két tabulátorjelet a vonalzóról. És befejezésül készítsünk két aláírást. Az aláírásoknak a közepe kerül majd egy vonalba, szerepelni fog benne a név, illetve egy szöveg alatta. Ehhez kiválasztjuk a középre igazító tabulátorjelet, és a vonalzó két pontján helyezzük is el ezt. Kitöltésre itt nincs szükség, ezért a tabulátor billentyű leütésével a megfelelő helyre lépünk, és beírhatjuk a neveket. Új bekezdés, tabbal megint belépünk.
Ha megnézzük, akkor a név, illetve az alatta szereplő szövegünknek a közepe került egy vonalba. Enterrel új bekezdésbe léphetünk, és vegyük le megint a tabulátor jeleket. El is készültünk a tájékoztatóval, azt viszont érdemes még megnéznünk, hogy ha kijelölünk egy tabulátorral készített szövegrészt, akkor a vonalzón megjelennek megint a tabulátorok, amiket használtunk. Ez azért szerencsés, mert nem biztos, hogy amikor elkészítjük a feladatot, akkor a megfelelő centimétert tudjuk kiválasztani, a megfelelő helyre tesszük a tabulátort. De nem probléma, mert utólag bármikor kijelölhető a szöveg, és ezek a tabulátorok mozgathatóak a vonalzón. Használjuk bátran a szövegszerkesztő program tabulálási lehetőségeit, mert ennek segítségével esztétikusabb és rendezettebb dokumentumokat tudunk létrehozni, mintha szóközöket használnánk. Töltse le és oldja meg a gyakorló feladatot. Olvassa el a jegyzetet és tesztelje tudását.